Bibliai méretű katasztrófa. A Daniel vihar okozta áradás következtében két gát is átszakadt a kelet-líbiai kikötőváros Dernát átszelő folyón. Az áradat város részeket borotvált le, élőket és holtokat sodort a tengerbe. Legkevesebb 2300-an haltak meg az ítélet időben, de 10 000 embert eltűntként tartanak nyilván, így az áldozatok száma emelkedni fog. Csak a 100 000-es Dernában meghaladhatja az 5300-at a halottak száma. A katasztrófa védelem munkatársai naponta több száz holttestet találnak a romok és iszap alatt. A városrész lakosainak fele, de lehet 90%-a vízbe fulladt, mondja egy helyi férfi. A nagynéném háza elpusztult, akárcsak a másik nagynénémé. Az unokatestvérem házából sem maradt semmi. Ez egy népírtás. Tömegsírba temetjük a holttesteket. A hétfőn a szomszédos kórházba a Sihad területére szállított halottak számát körülbelül 1000-re becsülik, köztük nők, gyerekek, fiatalok és idősek, mondja egy másik dernai férfi. A helyiek felhívásban kérnek mindenkit, akinek orvosi diplomája vagy bármilyen egészségügyi tapasztalata van, hogy jöjjön segíteni a városba. Némi segély érkezett már Egyiptomból, de a mentési erőfeszítéseket akadályozza a líbiai politikai helyzet, mivel a hatalom az ország két rivális kormánya között oszlik meg. A konfliktus miatt nem halad megfelelően az újjáépítés, valamint az infrastruktúra, így a gátok karbantartása sem. Az Egyesült Államok, Németország, Irán, Oroszország, Katar és Törökország is jelezte, hogy küldött vagy kész küldeni segít Líbiának.